Na jó napot kívánok, szevasztok srácok, üdv a csatornán, Keeper jelentkezik a következő Farming Simulator 15 videóval. Igen, jó halljátok, lecseréltem a mikrofonomat, hát itt egy kicsit öblösebb lett a hangom, remélem, hogy tényleg jó lesz, meg ugye a hangerő is timmelni fog, bízom benne. Ugye írtátok többször, hogy recseg, most már ugye visszaraktam a stúdió mikrofonom, eddig a webcamomat használtam, nem tudom, mondjátok meg szerintetek, hogy melyiknek jobb a minősége, most egy egyébként mozgatom, így próbálom a szám elé helyezni egy picit. Hogy ez jobb-e, vagy az előző jobb-e, és akkor úgy tudni fogom, hogy melyiket használjuk, melyiket érdemes. Csak ezzel meg az lesz a probléma, ugye ez egy ilyen elég érzékeny mikrofon, úgymond, hogy eléggé irányérzékeny, szóval, hogyha így forgatom a fejem, lehet, hogy egy kicsit fog ez változni, a karakterisztikája, meg hogy az ő hangerő. Megpróbálom így lefixálni, így most a szám előtt van nagyjából, aztán akkor csaphatjuk neki. Jó, ugye jó lenne nekiállnunk dolgozni, remélem tényleg a hangerő az így stimmelni fog. Igen, aratás téma van gyerekek, ezerrel nyomjuk neki az aratást. Autokombine mód ilyenkor bekapcsolva marad? Szerintem. Aha, igen, be van minden kapcsolva, jó, akkor mehet a izé, ha. Jó, az is mehet H-val. Ugye egymás után nagyon szépen dolgoznak. És arra gondoltunk, hogy még akkor, igen, még pénzt fogunk termelni. Ezt leviszem, ezt a pótkocsit. Írtátok, hogy két pótkocsit vegyünk, de én arra gondoltam, hogy lehet, hogy azt fogjuk csinálni, hogy... lehet, hogy jó nekem ez a két forsít, ez az egy pótkocsival, és elég hamar ki tudnám termelni a jobbfajta anyagokból ugye a Steigert. És annak úgy tudnék örülni. Várjatok! Mennyi vannak a izék? Elég jól vannak. A kombájnokat nagyon gyorsan leürítem. És akkor utána visszajövök, és akkor a tüzéptelepen adunk el még dolgokat. Jó, és akkor azt szerintem úgy frankó lesz. A Steigerre akarok ráállni. És a következő projektet is nagyon-nagyon-nagyon-nagyon... el fogom erülni, hogy milyen projektre számíthattok. És egyelőre lemegyünk a izékhez. Ugye a gépekhez. Itt van egy földes utalra, megint rákapatunk, és tempomat be is van kapcsolva. Ezelőtt azért tempomat hoztunk, mert Keeper nagyon magyarázott, ugye. Hát igen, egy kicsit eltértem a témától, várjátok, tempomat berakom egy a 25-be. És akkor nyomunk egy 3-as gombot, és akkor ezen a földön 25-tel maximum végig, vagy a földúton végig csapatunk. Az egy kicsit még sok is neki, figyeljétek. Hát azért 25-tel egy ilyen földúton. Nagyon ritkán mész MTZ-vel, ami ennyire... Tudom, hogy földúton mész MTZ-vel, de ami ennyire ilyen... nagyon rázós. Ez kicsit durva. Mint hogy egy kicsit inkább vissza is összeg. És a kukoricát is ugye tudnám maradtatni vele, de most egyelőre pénzkeresési projekt van. Amit nagyon szépen be lehet jönni egyébként. Ja, egy kis pénzkeresés van. Aztán a 250 ezerbe kerül a Rabasteiger. És akkor azt meg tudnánk venni, arra kéne gyűjteni. És akkor arra vennénk IH tárcsát, arra vennénk... tudjátok, van az a lajtaszerű vetőgép, amelyiket úgy húz, hogy ilyen hosszába, és utána ki lehet nyitni, és akkor úgy működik. Nem tudom, mi a neve most hirtelen, ne haragudjatok. Olyasmi, mint egy lajta. Másik kombájn. A másik kombájn mögötte van, jó, leürítjük ezeket. Na, azt tetszene, és akkor ugye a Steigerrel meg tudnék csinálni ilyen nagyobb munkákat. A következő projektek azok meg azok lennének, hogy raknék be kirót. Ugye benn van az UTB, azt is meg kéne majd vennünk. Meg benn van az Etor is. Ja, dobnék be egy kirovecet. Meg szeretnék nagyobb kombájnokat majd. A nagyobb kombájnok azok valószínű valamilyen... igen, ezek marha hangosak egyébként, azt észrevettem. Lehet, hogy beállít a kizére, tempomatra, és akkor adjál neki. Igen, a nagyobb kombányt azt arra gondoltam, hogy ilyen... nem is tudom, talán ilyen 500 ezer körüli árba fogom berakni, és megára gondoltam. Klassz megákra. Jó, ki is üritett. Megyünk a következőhöz. Tudom, ez egy kicsit hangos ez a forsít. Remélem, hogy azért hallatok valamit. Van itt a faluban kettő, vagy egy darab ilyen zöld forsít, ugyanilyen, ez az 512-es. Gondoltam rá, csinálok róla a videót, csak pont nem olyan emberrel, vagy pont olyan emberi, akivel annyira nem vagyok jóba aztán. Nem tudom, hogy tetsz-e neki. Most ki van kapva a kereke. De egyébként annak szerintem nem ilyen icipici kereke van, sokkal jobban kiáll oldalra. 512-es forsít az is, és nem így benn van a kerék, hanem egy kicsit így kiáll.
Álljál meg, More, várjál, üríteni szeretnék el. Ugye ezek meg ketté szakították a izét, az egyik ezt aratja, a másik azt, figyeljétek már. Te barátom, zurba, álljál már meg. Be kéne vágnom elé, mert ez sose fog megállni. Ugye, kicsit blokkolok. Ugye egyik ezt aratja, a másik meg az alsót. Ugye ketté lett vágva. Tök jó. Na, adjunk neki. Nyomjuk neki, gyerekek, megyünk vissza. Aztán akkor izé, ezt eladom. És akkor ki kéne hordanom egy kis izé cuccot, nem? Csapjuk neki, próbáljuk meg gyorsan. Na jó, baj, az MTZ, nehogy megsérüljön meg minden. Hét 9, nem sérül nagyon. De nagyon-nagyon frankó egyébként, tök jó mozognak. Azt nem értem, a hátsó kerék az, mint hogyha rugózna, de azt mondom, hogy nincs izé. A hátsó tengelyen nincs lengéscsillapítás MTZ-nél, nem? Tök fix. Úgy tudom, de nézd meg, hogy mozog a izé. Kerék benne. Egyébként itt nem tudnék átmenni, mert itt tudnék rövidíteni egy kicsit. Most kezdődik a paj, mi? Ott van, ott az átkelő, te hülye. Ahogy fönnök, hogy a sínen, bazza, jön el, van, az véged van. Az átkelőn kellett volna átmenned, annyi eszed legyen, keeper. Ja, itt az átkelőn, itt szépen át lehet jönni. Jó, akkor ezt tudjuk, akkor az átkelőn jövök majd. És akkor ugye itt kiérök az útra egyből. És itt vagyok a telepemnél. Ja, megnézzük, mi van még raktáron, aztán akkor ezt nyomjuk. Az igen, az igen. Portkocsi, volt itt egy nagy luk. Portkocsi beleugratott, hallod? Meg az MTZ is. 12-15 százalék. Aha, itt 10 éve kell menni, gyerekek, lassan kell azután menni, ez van. Menjünk tempomattal, basszus ezután itt. Menjünk tempomat 15, jó? Földúton, gyerekek, ezután. Tempomat 15. Ha beleugrattunk valami nagy gödörbe, vége volt a bulinak, majd meghaltunk. Jó, majd kiszakadt a kerék, úgy értem. Na, nézzünk körül. Szizékkor lehet gangolni az aszfalton, de hát földúton, úristen, ne izébe menjél már 40-et, keeper. Jó, most ez megint javítási költség, de mondjuk ez még nagyon nincsen leszedálva, szóval jó ez. És bőven el tudok vinni még egy adagot. Adag cuccot majd. Ja, 41.300, hát kölpénz, kölpénz, gyerekek még. Kéne tankolnom, mi? Fele már elfogyott. Bemegyünk úgyis a izé telepre, akkor visszafele tankolunk. Hát ez jó hülyeség volt részemről. Kettő kombány bőven elég. Gondolhatjátok, hogy hát miért nem három forsített vernénk, most már lassan még egy forsített. Nem kell. Nézzétek, 12.7%-on vannak már. Nem kell. Nem kell. Amire visszaérek, arra már arra majdnem megtellenek, meg ráadásul most ugye elég belebonyolódnak a földbe, mert egyre kisebb és egyre többet kell forgolódniuk. Szóval jók lesznek ezek a forsítek amúgy, és így közben meg tudok mást is csinálni. Nem csak azokat kell kiszolgálnom. Jó, messze van a izé, mi? Nagyon messze van az eladási zón. Az a baj, hogy ugye a mávos lerakatot azt nem is mutatja, hogy mennyire veszi a dolgokat. Lehet, hogy oda is lehetne ezeket hordani. Nem sokára éjszaka lesz, gyerekek. Ha bele kell börgetnem az időbe, nem fogok csalni. Legyen éjszaka. Az éjszaka ugye az puha testű éjszaka, vonatunk kattogóz. El is mondjatok semmit. Na, az éjszaka az olyan lesz, hogy egy karom sötét. Ugye benn van az a daylight mód. Ami gyakorlatilag úgy azt eredményezi, hogy ilyen baromi. Baromi sötét. Jó, basszus, ez nekem, nem hiszem, úgy utálom ezeket az autókat. Ki akar, majd gondoltam rá kikapcsolom, de akkor meg olyan egyedül érzem magam a mapon. Jó, ez jó pénz ám, ez nagyon jó pénz. 140 ezer a rába. És 150 ezer a izé. Dupla kerekes rába Steiger. Tudom, filózok, kitolassak-e vagy ne? Azt addig filózok rajta, hogy még itt elcseszem.
Kitoltok, gyerekek? Az a menő, hogy kitol lett a kipőr. Kitol lett a kipőr, kitol lett a kipőr, kitol lett a kipőr, kitol lett a kipőr. Azon filóztam, hogy annyian kezdik most már ez a farming szimulátorba ez a videózgatnak. Régebben, amikor én kezdtem, akkor egyetlen egy ember volt, aki így videózott FS-sel. Hát így komolyabban, mármint úgy értem, nem úgy, hogy... Jó, persze, voltak egy-két ember, akik azért videóztak. Ezek Ruszkó Marcel, azt ismeritek azt a gyereket? Szóval nekem nagyon szimpi az a srác. De most szerintem én sokkal több videót csináltam FS-ből. Az a durva, hogy ugye az én főprofilom legelőször... Hát a legelőször, amikor megcsináltam a csatornát, azt magamnak csináltam, meg az ismerősöknek, mert ionoztam, és tank voltam, és akkor felvettem egy-két ilyen tank tutoriált. Annyi volt. És azért volt Keeper the Tank. És amikor videóztam utána, meg World of Tanks, szerezni kezdtem el, és arról töltöttem fel videót. És annyira megváltozott az egész struktúrája. Ja, még nagyon sokáig volt 7 Days to Die évekkel ezelőtt, amikor még ilyen nagyon-nagyon alfa volt. Nem is tudom hányas lehetett, de tudjátok mi a baj? Az a baj, hogy nekem lett volna elsőbségem, és baromira nem figyelek rá, mert miért a tökér jön neki valaki, ki fogom kapcsolni ezeket a hülyéket. Az a baj, meg beszélek, meg dumálok, meg És még neki durrantott érted az izének, az MTZ-nek, de azért nem sok baja lett. 30%, komolyan mondom. Rüellem ezeket az autósokat, hogy teljesen ostobák, hogy vonalon mennek, és akkor tök mindegy, hogy mi történik, ez szó szerint ő jött nekem. Hát oldalra ellökött. Hát mert még én megyek neki, akkor jó van. Akkor, de ne jöjjön nekem. De legalább annyi esze legyen az autó, autósnak, kocsisnak, majd azt mondtam, kocsis. Valahol itt a benzinkútán tankolunk. De most felcseszett. Gondolom errel, nem? Jó. Jó van, gyerekek, dízel. Normális van. Jó, hogy nem benzintankolunk, mi? Mehetünk. Ezt meg kéne nézni akkor, hogy mi a szituáció. A franc essen bele, hogy neki mentem annak a szalannak. Na, mink van nekünk itt? Árpa... Fapríték, basszus! Az biztos marha jó veszik, mi? Hol tudom felrakni a fapritékot? Ahhoz izé kell, ahhoz szerintem kell ilyen kütyű. Akkor azt nem kell felraknom, várjál. Burgonya cukorrépa mehet, mert mert majdnem fullra rakja a pótkocsit, úgyhogy jó lesz az. Nekünk a gyerekek eladunk mindent borért. De most ezután az autósokra marhára figyelek, de tényleg nem akarom kikapcsolni őket, mert az meg olyan... Nagyon snassz. Menj a krumpli meg a cukorrépa. Egy fuvarra le tudtam volna vinni, hogyha van még egy ilyen pótom. Mennyibe kerül egy olyan pót, gyerekek? Megnézzük, jó? Amúgy tetszik ez a pót. Jó az. Ez a 800. Az meg marha olcsó, de igazából máson meg... Máshol megérted, megkeresem az árát. Nem két... Két pótozzunk, Oké, gyerekek, két pótozunk, mert mindenki úgyis... Vedd meg már, mindenki gondolja. És visszaugratom. Hát csak azért ugratom vissza, hogy... Ne kelljen végig kecselni megint oda. És akkor azzal viszünk krumplit, jó? Vagyis répát. Ez a daylight mód, ez durva lesz szám, korom sötét van éjszaka. Föl kell kapcsolni telepen a villanyokat, meg minden, mert nem látsz semmit. Úgyhogy lesz itt kabalkád. Jó, hogy a teleped nem futkozik, más csak én. Azt is fötipornám. Ez jó betette oda, várja. Kihozom, az lesz az első akkor. Olyan lesz az és Steiger után, mint az a lajtavar. Aztán lehet, hogy akkor azt csinálom, hogy a Steigert megindítom autóba. A lajtával, amit meg kiszánt, vagy kivettem azokat a részeket.
MTZ-vel vagy UTB-vel vagy valamivel majd, amik ugye, amik kimaradnak, vagy akármi ugye nem jól csinálja ez a rendszer. Most már jónak kell lennie, na? Van egy porkosunk, amelyik legalább nincsen összetörve, mi? Jó van, mindjárt altolatok. Most már tényleg kezd... nagyon engeteget kell játszani ezzel a játékkal, hogy érezd a izéket, a tolatásokat. Egy idő után tényleg meg lehet szokni. Kicsit ezt jó be kell törnöm most, hogy oda beforduljon. De mondom, annak már ott kell lennie. Jó, menjünk. Úgy gyerekek, dupla póta MTZ-vel, azért 80-asám. Nem 82-es, nem mint hogyha ugye lóerőbe számítanám, mert mind a kettő 80 lóerő, csak a kettes tag, ugye, az izének van számítva. Azért 80 és a 82-es között tudjátok, az első hajtás, az a különbözet. Mind a kettő 80 lóerő körüli. Azért mondom, hogy körüli, mert éppen megvan vagy nincsen, azt nem lehet tudni. Azért ez lehet, hogy sok lenne amúgy. Ezek 9 tonnások, nem tudom mekkorák, körülbelül nem? Vagy mekkorák ezek a pótkocsik? Vagy olyan mekkora, 5 tonna körül lehet darabja? Azért kapja az ívet. Rendesen fogja is a gépet, figyeljétek. Nem igen akar kigyorsulni. Azért jó ez, gyerekek, jó ez. Kicsit olyan, mint emelni az elejét, komolyan. Olyan érzésed van, mögötted ez a nagy súly. Ebben a játék, ez különben, ez nem tudom nekem ez a 15. Ez nekem jobban visszaadja ezt az izét, hogy érzem, hogy erőlködik a gép. Meg a mögöttem van az a nagy súly, tényleg, ez nagyon jó. Csak ilyenkor ne jöjjön semmi majd, tudod? Ugye balra kell vinnünk. Izébe visszük. Máfhoz, ugye a izéhez, mi az? Magyar Államvasutak, vasútállomás. Ennyi a vége? Nem megy túl gyorsan. Biztos kéken rendesen. Ó, azt akartam mondani, biztos füstöl, oda nézzé! Jó, figyeljük azért a vonatot. Hallod? Azért kéri az energit. Oda nézzé. Kurva jó meg van csinálva, hogy amikor, tényleg amikor kéri, akkor azért küldi neki azért kokszot. Amikor meg leszállok a gázról, akkor meg amikor már kicsit lejjebb lefele megyek, ugye nem annyira kell neki az energy, akkor fejére füst. De nagyon jó kár, hogy nem látni itt a kabinból, mi? Zúgálom, nem tudom mennyire halljátok, nem tudom mennyire lett jó az a mikrofonom, remélem, hogy ez most már tényleg egy kicsit jobb. És jobban szerethető, jobban bírjátok. Sanyi, kapcsolt fel lakott területen kívül a izét, lámpát, ne szorakozzál. Ugye ott vagyunk, leadjuk, és akkor lassan mehetünk is, ugye a finisher eztek a izék, a forsitek. Hoppa, gyerekek, át kell raknunk őket máshova. Az a nagy baj, hogy ugye kukorica vágóasztal lehet, lehet, hogy neki indítom valami nagyfődnek kukoricát, ha adarassák. Nem tudom. Igazából azt is el lehetne adni egyelőre. Mondjuk az állatoknak jó lenne. Majd csak az a baj, jó, kéne a gép. Kéne a rávas tiger. Na, most ezt a ideje. Most füstöl a gép, mi? Megnézzük, mennyi kukorica föld van, mert az izének is jó lenne, hogy az állatoknak. Hát az a gond, hogy még nincsen silózom se. Cseszhetem az állatoknak a izét. Különben kukorica rengeteg van, úgyhogy szerintem neki tudok állni egy nagy földnek. Figyeljetek, forsítet rárakjuk a legnagyobb földekre, azt hordjuk, azt adjuk el. Úgy gyerekek, van ám izé, van ám cucli. Van ám cucli, alig bír kigyorsulni a dög.
Cukorrépa burgonya. Itt lehet fölkapcsolni az áramot ilyeneknél ilyen. Mi ez? Minek nevezik? Trafóház vagy mi a csúdánál? Na nézzük. De egyébként mindent lehet hozni. Falprittékot, fart, mindent. Szerintem deszkát is ugye. Meg kéne nézni, nincs-e itt izé... Gyerekek, azt kellene megnézni, hogy nincs-e itt, nem tudunk eladni mást. Már csak azért, mert akkor itt a közelben mondjuk kukoricát, ha vennének itt, akkor ide tudnánk hordani. Vagy pedig olyan földre kell rakni, hogy nem nagyon messze kelljen hordani a kukoricát. Na mi van, bazd? Körülnézek addig gyorsan, várjatok. Diszka van itt, aha, meg röng. Aha. Szerintem nincs izé. Ez mi? Ja, ez deszka. Az ott tudja, hogy röng. Az mi? Az bála, vagy mi lesz ott? Gyapjú! Aha, de hülye vagy, Keeper. Adj egy cigit, meg egy kis fröccsöt. Hosszú lépés, long step-et. Na nézem, hogy még mit lehet itt. Falprítékot láttam oldalt csak. Meg mi ez? Ez falpríték. Mi ez? Búza és árpa. Aha, búza és árpa. Akkor a búzat és árpát az veszik. És a falprítékot, de izét a kukoricát meg full nem, mi? Úgyhogy rohagy meg. Pont azt tudnám érted aratni. Na mindegy, akkor kukoricaföldet kéne keresni. A város közelébe. És akkor úgy meg tudnánk oldani. Bazza, miért nincs kukorica eladás itt? Milyen vagy? Megnézem, hogy a... Hol van egy nagy kukoricaföld a város közelébe. Itt van egy baromi nagy, ugye? Ugye ez a zöldek. A zöldek azok. Azt ma az mekkora oda néző, hallod? Pont itt vagyunk. De ez ilyen nagyon brutál hatalmas. Ó, de most miért nincs itt kukorica eladás, te? Hát ezt learatnám, beholnám, vége lenne mindennek. Tényleg nincs? Tudti, az ne... Kukorica, csak búza volt, meg árpa ott uraírva, ugye? Tiszta rövely, de kár. Megpróbáljam, hát ha ott veszik azt is. Mert itt ugye itt nem is írja. Hentes. Itt a máv! Bazze, de hülye vagy, Keeper. De hülye vagy. Ja, de nem mindent ír, figyelj, nem írja. Csak ezt írja, falprittékot. Pedig más is van. Mindegy. Aztán ez nem jól van megcsinálva sajnos. Ez engem dühít egy kicsit. Búza és árpa. Szomorú. Szomorú, mert itt van egy akkora föld, gyerekek, mint az atom. Úgyhogy akkor most lessük. De akkor más nem tudunk csinálni, mint ott a juhok alatt. Oda átköltözzünk. Meg ez közel is van, ezt a nagy földet kéne, gyerekek. Mégiscsak ezt a nagy földet kéne. Mert az a, ott az például, ott a juhok alatt, ott jó lenne. Meg az enyém, amik közeleg vannak, azok jó lennének, beordanám izének. Silónak. Ezt a nagyot meg el tudnám adni? Na figyeljetek, mindegy, ezt a nagyot nekiállunk ezt aratni. Ez szerintem ebből biztos, hogy meg lenne ugye a rába, ebből a nagy földből. Hatalmas ez a föld. 2000 év mire körbeér. Rajta két forsit. És... Nem akarok bepörgetni az időben, hülye, ne legyél, Keeper. Este lesz, meghalsz. Húj, azt én egyébként úgy bírom, hogy mindig ide van.
FS15-ben ugye laggol egyet, amikor felkapcsolod a lampát. De azért nem változtattak. Na ide le is parkolok. Megpróbálunk azért egy kukoricát behozni ide, mert ugye nem ír mást. Más se ír, azt mégis az ajánlott. Na itt az a főrbe az mekkora, hallod. Mindjárt megmutatom. Oda nézzél. Itt ez addig, ameddig a szemmel lát. Ott a széli. Itt a széli, ott meg az Isten tudja, meddig van a széli. Mindjárt megnézzük. Nézzük meg inventory térképen inkább, nehogy elcsesszük. Termésfajták. Itt van ez a nagy kék kukoric. Oda nézzél, basszus. Hallod? Ez nagyon durva. Itt is van, itt is van. Vannak random helyen, de ezt a nagy, ennek a nagynak nekiállunk, gyerekek. Ide le is parkolunk, és akkor hozzuk a forsíteket. Hát azt egyesével ide kell kecseltetni sajnos. Igen, ki is kell üríteni majd belőle, de mindegy. Nagyon közel van, úgyhogy nagyon jó. Kiürítünk a traktor, vagy kiürítünk a forsítek. Oda nézzetek, hogy leszették, hallod? Ennél jobb nem kell, hallod? Ez nagyon durva. Lecsettintették az egészet. Na, hova kell menni? Hova kell menni? Igen, itt a saroknál itt pont találkozunk. És akkor itt már majd neki is lehet küldeni, csak az a baj, még el kell jutni. Itt azért, mert azt hiszem van út. A... 2% meg 5%, na ezek is egy kicsit meg vannak sérülve, de... Az a klassz dominátorok. Ja, egyébként klassz dominátorok, ugye Joe írta, hogy talált valami jobb... autokombány módot, amelyik azért működőképesebb volt, meg nem volt annyira, nem csináltak ennyi hülyeséget benne. Nem az a gond, azok a klassz dominátorok nagyon is sebződtek, az is a baj velük. Most megküldöm ám ezt, nem tudom, remélem bírja. Mennyire jó a lengés csillapító a kombánynak. Oh! Figyelj el! Jaj, bazza, itt valami izé volt, fennforgás. Pedig szemből akartam most nézni, hogy hogy van. Van ám lengés csillapítás. De bazza, ez sebződik, nem? Már megint. 9-4, jegyezzük meg. Lenne izé, mennék bazza, a tarlón jobban járnék. Ezt is learadtuk, ugye? Itt ez a baromi nagy kuk, oda nézzél, hallod? Az oszlopok benne vannak, minden. Ez nagyon durva, ez nagyon... Ez gyerekek, ezt learadjuk. Hopp, 10%, aha. Sebződik, mint az állat, figyelj rá. Jó, azért annyira nem, de nem túl jó. 11, ajja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 j
Megyünk tempomattal 15-tel talán. Nem jó, hogy összetörök mindent, de hát ugye... Érdekes. Jó, itt kimegyünk, és akkor ott a traktor, ott az MTZ, ott áll. Lehet, hogy el is jövök ide, itt találkozok majd ezekkel, gépekkel, ez kis csövelek. Bejövök majd az MTZ-vel, és akkor itt kiürítek, és akkor itt neki is küldöm őket. Sajnos el kell ezzel is mennem. Majd megyünk az úton, akkor tempomat lesz. Tudom. Ilyen 15. És megnézzük, 0-1. Ez most 15-ös tempomattal ezek a forsítek bírják ezt a zötyi telepet. Ja, itt át tudnék menni, aztán mehetnék ugye izén a kukoricaföldön, de az meg olyan snassz, hogy nem igaz, nem valósághű. Mi az, hogy átvágok a kukoricaföldön? A földúton megyünk, nem a kukoricaföldön, gyerekek. Ja, hát ezt a földet, ha ledaráljuk, gyerekek, akkor izé lesz. Egy az, hogy megőszülünk, kettő az, hogy három rába ára meg lesz. Jó, ezt csináljuk, gyerekek, ez lesz. Ez lesz a feladat, összeszedünk egy rába árát, és akkor azzal meg tudunk utána munkálni földeket, faszán. Összeszántáson gondolkoztam, gondolom az már ti is mentek is megfogalmazódott. Nézelődjünk egy kis földügybe, ugye az a baj, hogy fönt, pont ahol ugye nekem a telepen van, ott nagyon pici kis földek vannak. És az eléggé kacifántos. Inkább lehet, hogy ezt kéne művelnem, ami itt van.
ahol most járkálunk, nézzétek, ez a párföld, ezek egész jók, csak például az a baj, belelógnak ilyen oszlopok, meg ilyesmi, de hát az nem is annyira veszélyes. Az a baj, autó-traktor módot is használjuk. Mert alapban ugye a gépi munkás nem fogja kikerülni ezeket a objekteket. Szóval ez a felület, ez, amelyiken van a kukorica, ez baromi jó. Szerintem lehet, hogy ezt fogom művelni legelőször, ez hatalmas. Nem? Azért ez jó fajta, és ezen 15-ös izével sebessége úgy látom nem zúzza szét a kombányt. Ott volt a kész. Kész IA. Fönn volt a kombájna, izé, van a ton. Nagyon imádom, meg azt imádom, hogy nagyon olyan vonatok, amilyen normális magyar vonatok. A izé nekem a 15-ben még a vonatozás sem nagyon tetszett, megmondom a frankót. És kövezzetek meg, appa, sebződtünk, na mindegy. Annyira nem jött be most. Tök idegesítő volt, hogy az a csomó helyre meg ugye rán kényszerítettek, hogy vonattal kell vinni. Na oké, hogy használhatom, ha akarom. De volt olyan, ahova nem tudtad vinni, be kellett tölteni a vonatba, utána meg kiönteni. Na kap be. És akkor abban mi a jó? Induljunk. Na, egy ötletem, egy pótot itt is vagyok szerintem. Mert igazából egy póttal bőven elviszem mind a kettőt. És akkor itt meg ugye tudok majd... A táblán át lehet menni? Most nem tudom ám. Ha nem lehet, jó van. Kicsit meglepett, hogy most a kerék az meg belemegy. Aha, a pót az meg... Fogadjunk, aha, gondoltam, bazd, bele akar... te fiú, most ez most meg szopatsz, meg ember. Jó lesz akkor, köszi. Bement a kocsirúdra, Lehesett róla, jó van. Mindjárt gyerekek kiadszuk innen, jó helyen álltam meg, mi? Na menjünk. Még annó, amikor csináltam a izémet a... Mindjárt elmesélem, na várjatok, kicsit figyeljek is az autókra meg minden. Aztán, ja, az autós jogsimat csináltam. Akkor volt az, hogy... bevitt a vizsgabiztos egy ilyen kereszt, vagy egy ilyen utcába. És mondta, hogy akárhol akar, ahol akarok. Nyomjak egy Y megfordulást. Én meg bazza pont ott fordultam meg, ahol sehol máshol nem álltak az utcán autók, de ott. És kezdi, ember maga pont ott fordul meg, ahol itt rohadt autó áll, máshol meg könnyen megfordulhatod volna. Ezt igazából én meg nem is gondoltam rá, mert bárhol megfordulok. Aztán még az is az oktató is azon poéngodott, hogy hát megy neki itt is, akkor miért ne? Lol. Mert megcsináltam, érted, nem tudod megbüntetni, de jó nagy hülyeség volt. Ez kb. Olyan volt, odaállok be, az a pont, ahol a tábla van. Érted? Ja. Legalább van önkritikám, gyerekek. Na, akkor ezzel odébb kéne mászni. Kettő gyönyörűséges forsitet meg beindítjuk. Ezt beküldjük akkor kukoricázni egyet. Jó, mert ez a vágóasztal, ez a pont jó rá. Nem is tudom, mennyi volt a vágóasztal. 25 ezer? Vagy mi a valami? Nagyon durva ára volt, úgyhogy azért nem veszünk most másikat, gondolom. Várjátok, meg is nézem, figyeljétek. Meg gondolom, gondoljátok, hogy egy másik fajta vágóasztalt kipör. Hát ne legyen hülye. Na várjál, mutatom. Aha, itt van. Ja nem, az csak 10 ezer. Aha, jó, oké. Hát ez 10 ezer lenne. Hát az még nem is olyan veszélyes, de inkább a rávára gyűjtenék gyerekek. Gyerekek, ugrik ez a Verda, mint a Hortilova. Hát kellene menni a ide, túlfelül. Nem. Bazd meg. Most a vonatot ezt... Vagy meglátom, vagy nem, mi? Hozom a másikat is. Másikat is.
És akkor egymás után megindítjuk őket szépen sorba. Gyerekek, amióta van ez a károsodás, úgy félek a vonattól, mint a tűztük azzal. Na szerintem adjuk neki, nem? Annyit csinálok, hogy én ezt elvágom addig, és akkor egyre beljebb állítom, érted? Na. Jó hangos az a gép. Na, szálljunk is ki. Oké, ezek mennek is. Szerintem ezek egyébként jobban adja, lehet, hogy jobb. Igen. A kukorica jobban adja szerintem, mint a napraforgó. Úgyhogy eléggé bele kell majd húznunk. Úgyhogy figyelnünk kell erre. Na, mit kellene még csinálnunk? Ezt el kéne vinnem nagyon gyorsan. Eladásra, mert ugye a napraforgón már nincs több. És a kukoricát megpróbálunk egy olyat csinálni, hogy eladjuk a mávnál. De lehet, hogy az nem fog sikerülni. Félek, hogy nem fog sikerülni. Szerintem nem fog sikerülni. Mi van itt baloldalt? Ez mi ez? Disznótelep? Azt hiszem, hogy az nem? Vagy mi ez? Van itt balra. Ez szerintem valami disznótelep, vagy nem tudom mi ez. Ez valami csoda. Jó van. Majd megnézzük. Várjál! Nincs, nem jelöli, hallasz. Hol van a disznótelep? Szerintem ez volt a disznótelep. Nincsen semmi jelölés. Aha, az volt. Ja, meg ifák kellenének, ugye akkor a traktort ki tudnám váltani izével, vagy valami kamaz, vagy valami csoda. Ki tudnám váltani itt ezeket a gépeket. Olyan lassú, érted, az a baj. 28-ra megyünk. Aztán amire megfordul. Gyerekek, már nem a 24%-on van a kukorica aratás, hallod? Az nagyon adja a kukorica. Biztos, hogy nem is tudom eloldani, annyira durván fogja adni. De az a az lenne tuti, hogyha vennék a mávnál, mi? Ezt mindenképp ki fogjuk próbálni. Figyeljetek, lassan megvan egy harmada a Steigernek. És akkor utána be fogom rakni, mert nincs benne, ugye berakom az IA-tárcsát, meg berakom a nagyvetőt, és akkor a Steiger az a kettővel fog ugye mókulni. Mindenképpen azokkal fog ő nem fog kispályázni, nem fogjuk a Steigert, nagyon drága a Steiger, ugye? Az a baj, hogyha olcsó Steiger van, akkor mindenre használod, még a pultkocsit is húzatod vele. Nem, ezért kell vele, gyerekek, nagy gépeket, nagy munkaeszközöket kell gazdaságosan dolgoztatni vele, nem azt, hogy hogy hülyeségekre használni. Hát meg sokan azt csinálják, ha Steiger van, akkor még azért is azzal tapasztatják a silót is. Ha olcsó, érted, akkor beszélek, mert mit tudom, alapban azt hiszem, hogy ez a Steiger, ami, hogyha nem írom át az árat, akkor 12 000 eurós. Érted, akkor megveszem, kocsi búzából megveszed azt, akkor még a tikok alá is az szalmát azzal hordod. Ejhaj, Rozi. Gyerekek, most már kezdem érezni ennek a traktornak a hátulütőjét, az iszonyat lassúságát, főleg, hogyha innen a kis táta mögül kell áthordani a cuccot. Hát, ha ide be kell hordanom bele a gabonát, hát két portkocsival még oké, pont ugye el tudom nyomni. Kéne valami nagy dög, gyerekek, be kell raknunk majd. Hát ez az a baj, hogy ugye dolgozni kell. Nem fogom ingyen berakni magamnak egy ifát, vagy egy kamaszt. Meló van, bazza. Meló van. Jeljük az árnyékot, mi? Na, 80. 7000. Gyerekek, ilyenkor pörögni kell, meg a kitolatás is oké, hogy megy. De nem az a lényeg, hogy menjen, hanem hogy gyorsan menjen, hát hogy... És ugye egyből érjek vissza, ne tökörészünk, menjünk. Tolas, keeper. Tolas ki, menni fog az gyorsan és nem csak lassan.
Csináld, csináld. Nem érünk rá. Az az, gyerekek, ez az. Megtanultam forgazsámon jösset alakni, kösz. Köszönöm szépen Farming Simulator 15, köszönöm szépen Farming Simulator 17. Keeper megtanult forgazsámon és sportkocsival tolatni 2 év alatt. Ami 2 év, igen, 2 év alatt. Kicsit, mint a belenne borulva, nézzétek azokat a felhőket ott. Ugye? Durci. Megyünk vissza, basszus, mert már 65-szor. Mindjárt megtelenek a kombányok, hát nem hiszem el. Ugye ennyi durva különbség van ugye a hozamok között. Kukorica, napraforgó. Kukoricából igaz, hogy olcsóbb, de sokkal több jön ki. Úgyhogy lehet, hogy ugyanod vagy, hogy azt aratod. Hát igazából sokat többet kell vele dolgozni annyi. Szóval ezen a részen az a jó, hogy nem kell földes úton járni, úgyhogy lehet neki nyomni. Úgyhogy azért lenne jó egy terrautó is. Ami jó zil vagy valami, mi? Ennek a sebességével van baj. Nem az, elvisz mit tudom én 2 ilyen nagy pótkocsit, még elhúzingálja, de az a baj, hogy rattanatosan lassú. Rattanatosan lassú, gyerekek. Kijön, bejön az éjszaka, előbb-utóbb bejön még ilyen sebességnél is. Főleg, ha néhány szóval véletlenül belepörgetek, akkor meg szopunk, gyerekek. Remélem egyébként, hogy jobb ez a búgó hangú mikrofon. Hát ezt tudnék énekelni is, ez egy ilyen ócsó stúdió mikrofon, de kondenzátoros. A kondenzátoros mikrofonokra azt mondják, hogy jobb a hangja. Hát remélem. Másik, de tényleg recsegett egyébként. Most már én is észrevettem. Sokan írtátok. Egyébként észrevettem, hogy akkor azoknak tűnt fel leginkább, akik felhallgatóban vannak. Mások mondták, hogy nem is recseg. Felhallgatósnak gondolom, ugye ott a fülébe pattogott, és ez tök idegesítő volt. Jó, ennyi, gyerekek, ez a vége, nyomom neki. 87%-a, épp hogy visszaérsz. De két portkocsival épp hogy nem fogsz visszaérni, úgyhogy ez nagyon, nagyon szar lesz. Most itt gondolkodtam, át kellett volna vágnom, ugye, bazd meg, figyeld. Na itt át tudok menni földúton, itt lesz balra majd egy földút. De nem érdemes, mert az aszfaltos, figyelj, az aszfaltos sarkánál lesznek. Meg fognak telni, mire odaérek. Úgyhogy itt elmegyünk majd balra. És ott pont oda fogok kiérni. Gyerekek, ezek szerint ezek egyszer nem értek körbe, ezt elmondom neked. Ezek egyszer nem értek körbe és megtelettek. És nem is tudom, hány literesek ezek. Ott van 5700, jó, oké. Hát akkor mind a két portot is kéne vinnem. De az egyik pót is jó lenne, mert akkor meg tudnának indulni szerencsétlenek. Az egyik az már meg is állt. Jó, ezek beálltak, kész. Az egyik még harvesting, mindjárt megáll az is. Kéne vinni a másik pótot is, mi? Ezt akkor ütjük teljesen őket. Na most ide tolassak, basszod. Ki volt az a hülye, mi? Van egy ötletem inkább. Ezek neked jönnek. Azon filóztam, hogy még az előbb is, hogy most tényleg én voltam béna és neki mentem, de nem. Neked jön. Neked jön, bazna. Hihetetlen. Szóval mindig harvestinggel 99%-a nem vágom. Ja, csak úgy írja szerintem, nem vágoz már semmit. Jaj, igen, megint nekem jött, jó, kösz, jó fej voltál, meg ugye befúrja alá, nem szabad izélni, egyívezni akkor, amikor itt jön a köcsög, mert befúrja magát alád, és akkor vége az egésznek.
Jó, így most már jó. És itt vannak előtte elvileg valahol ott lenne, aha, jó. Pont le tudok menni főcélibe. Valahol itt el lehet menni. Ahogy vannak, be vannak állva mind a gerely. Hopp, 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 óvatosan, óvatosan. Tempomat, tempomat. Nem tudom, hogy... Nem vagyunk itt. Hello, van Chuck Matter. Chuck Matter. Chuck Matter. Na jó van. Ürítésre várnak a hülyék, az elsőhöz megyünk először. Hát igazából tök mindegy, menjünk a másodikhoz. Nem az elsőhöz, mert akkor meg beállnak majd a kanyarba, mi? És ezt mondtam, skacok, egyszer nem értek még körbe, hallod? Egyszer nem. Ez nagyon durvám. Megnézzük, itt van ugye, hol indítottuk őket? Ott fönt valahol. Ja nem, egy feléig értek el, feléig se. És feléig kb. Nem, nem, te tovább, ja, látom, látom. Igen, én mondtam hülyén. Hát kicsit tovább, mint a feléig. Ez is mindjárt bal, aha. Ó, te fiú. Hogy forduljak meg neked itt. A másikba is, nehogy elmenj, nehogy elmenj, haver. És az előző az már tiszta alékon van, hallod? Jó, srácok, annyit megpróbálok még. Megpróbálom Malvan eladni. Nem vagyok benne biztos, hogy ez fog sikerülni. Sőt, nem bízok benne, de imádkozok. Hátha. Mert akkor baromi nagy üzletet tudnánk csinálni. Itt gyerekek, akkor itt ezen a földön szarrá keresnék magunkat. És marha gyorsan. Megpróbáljuk bevinni a MÁV-hoz. De a pót kicsit nincs ponyol. Nincs. Bemegyek előtted, Audi is köcsög, maradjál. Ja, oda bejárunk, hát lehet szerintem nem fogja bevenni, de legalább megpróbáltuk. Még pont olyan helyre kell bevinnem majd, ahonnan nem fog tudni két pótkocsival kijönni. Úgyhogy fogok szopni vele. Úgyhogy fogom eladni ezt a kukoricát. A kukoricát ugye a másik veszi. Nem a Kelemen Roland, hanem valami másik, és rohadt drága, vagy rohadt szara az udvara. Gyerekek, imádkozzatok, hogy vegyek bizonyít mindent itt. Imád morzsoljatok el, imád, nyomjátok. Nyomjátok az imád, nyomjátok. Mégse, rácsöztünk gyerekek, rácsöztünk. Akkor itt ez nem lesz egyszerű. Akkor itt ez nem lesz egyszerű. Akkor szívunk gyerekek, el kell vinni nagyon messzire. Nem tudom, hogy legyen megoldva az MTZ. Gondolkozok, basszus, mennyibe kerül egy nyerges cucc. Nyerges különítmény, mennyibe kerülne? Nézzük meg a nem modoltak között. Kb. Azt fogom igazítani az árat, de... 100 000. 100 000-be fájna. És akkor ugye ez kellene... Egy ilyen dolly. 100 000, 110 000-be kell.
Fajnos, van 86 ezerünk, érted? Na, írjátok meg szerintetek mi legyen. MTZ-vel hordjuk, igazából már csak 150 ezer kell a izéhez, Steigerhez. Vagy pedig vegyünk egy 100 ezernél vegyünk egy izét. Egy nyergest valamit. Hát körülbelül annyiba raknák be akkor egy kamaszt, na ugye, igazából nem, ja. Igen, az már jobb lenne. Ja, hát egy ifát beraknék 100 körül, és akkor azzal is tudnánk. Kb. Na, írjátok meg, hogy legyen, mert ez iszonyat lassú az MTZ. És ma megint érted, 40-valahány százalékon vannak a kombájnok, és nem, még mindig itt vagyok. Jó le van a kovva gumik egyébként, azt néztem az MTZ-n. Na, köszönöm szépen, hogy itt voltatok. Jók legyetek, segítsetek, írjátok meg, hogy szerintetek mi legyen a megoldás. És akkor folytatás következik. Sziasztok!